Idősebb Bogyai Zoltán 1939. augusztus 21-én született. A pécsi bányászban is védett az akkori másodosztályban még az 1960-as években, de nem ezért lett a labdarúgás ikonja, hanem az edzői-nevelői munkájáért. A PMSC kapusainak 1976-ban tartott először edzést, aztán csaknem 4 évtizeden át szolgálta a klubot. Nekem tulajdonképpen azt jelenti, hogy gyakorlatilag egész életemben azt csináltam, amit legjobban szeretek, mert az aktív pályafutás abbahagyása után 3 évig Orfűn építettem, és akkor hajdani kapusedzőm vagy csapatedzőm a Kovács Dagi bácsi, aki a Kazdíszt edzette, meg a Kovács Attila válogatottnak a édesapja volt. Oda levittem a gyerekemet, Nikó 10 éves lett, és mondta, hogy Zolikám, cukros vagyok, éjszükletes is, segítsél, ha ráérsz. Na most ebbe a ráérésbe az lett, hogy aztán kidőtt segédedzői edzői tanfolyamra, és 40 év lett belőle, közel 40 év. A szakember elárulta azt is, hogy milyen adottságokkal, képességekkel kell rendelkeznie egy jó kapusnak. Először is alkatilag meg kell felelni. Szeretni kell a kapuszapnát, és ezen belül ruganyosnak, gyorsnak, a labdafogásnak tökéletesnek kell lenni, bátornak kell lenni, úgyhogy összetett feladat. Nekem például azóta utólag visszagondolva egy nagy hibám, hogy mondták, hogy jobb kapus láttak, de bátrabot nem. A születésnapi köszöntés ötlete Sólyom Csabáé volt, aki pályafutása nagy részét a PMFC-nél töltötte, de csaknem 100 meccsen a Kozár Mislenyieknél is szerepelt korábban, és a 2015-16-os szezonban az MB3-ban bajnoki címet nyerő Mislenyi csapattagja volt. A PMFC-vel pedig 2003-ban az MB2-ben volt bajnok. A 2000-2001-es idényben az FTC bajnokságot nyerő keretében is benne volt. Hiszen pontosan 1991-ben a Pécsújhegyi pályán volt az első edzésünk. Még, ha jól láttam, akkor itt van egy olyan kapus is, aki akkor már idősebb volt nálam, tehát akkor is az Oli bácsi már híres volt arról, hogy nagyon sok kapus kinevelt, úgyhogy én is ezen az úton szerettem volna menni. Ugye édesapám is kapus volt, aztán mondták, hogy akkor álljak be én is a kapuba. Először annyira nem kedveltem a dolgot, nem szerettem gólt kapni, de aztán úgy szépen lassan megjött hozzá a kedvem. Hát elsősorban szorgalommal kell rendelkeznie, nyilván kell tehetség is, de a szorgalom, a kitartás, a mindenáron való fejlődési potenciál, az benne van az emberben, akkor nyilván rengeteg munka kell ehhez, hogy valakiből kapus legyen, nem mindegy, hogy milyen szintű kapus. Azért akinek ki el kell, hogy jusson az NB1-ig, ott azért már komoly képességekkel is kell rendelkezni. Alázatot, szorgalmat, kitartást. Nagyon sokszor fölemelt engem a padlóról, tehát szinte második apámként szeretem és tisztelem a mai napig. Idősebb Bogyai Zoltánt egykori tanítványai, fiai és a PMFC együtt köszöntötte. Az ünnepelt elmondta, tudja, hogy sokan hallották már tőle, de magáról és a kapusokról is az a véleménye, hogy nem lehet az normális, aki lendülő lábra rávetődik. Idősebb Bogyai Zoltán egy talpig úriember, sportember, akiből csak egy van, Balják tanítványai.